sorok BKK épülete, főutca, fejlesztési minisztérium, Terész körút, közlekedési hatóság és az amerikai nagykövetség elé. Az amerikai nagykövetség kivételével minden átadunk egy petíciót, illetve a fejlesztési minisztériumnál megpróbálunk egy délutáni tárgyalási lehetőséget kieszközölni. Na jó, ideje beindítani a napot. Itt szoktak lenni a munkáim. Sorban. Hát most nincs egy se, mert várom a telefon. És itt alatta a to-do list, amiket el kell intézni. Ablakszigetelést lezsuvázni. És a Szia Plus-ba bevinni a ruhákat. Plusz akkor már deszkázott is egyet. Oh. Dömper. Ez mi? Elmondom. Hányás? Most hívott az Anna, hogy valamit nem tud megoldani a gépén, ezért baromira lassan tud csinálni mindent, és egyébként is kapott valami új tendert, és... Az a lényeg, hogy legalább este 10-ig lesz benne, ő fogja zárni az irodát. Vagyis gyereknap! Viszont ennek ellenére, hogy mégiscsak lássuk egymás pofáját, azért elmegyünk kávézni. A ruhákat. Köszi szépen. Szatyrokat kéred vissza? Nem, köszönöm. Nem? Jó, nagyon kedves, köszönöm. Nézzél szép. Hello! Hello! Na már, és benne is vagytok. Szia! Annyi a kérdés, hogy hagyhatnék itt nálatok matricákat? Az előbb még megvoltak. És hogy vagy? Jó, köszi, ti. Műség. Nézem mindig a cuccaitokat, hogy van-e valami. Viszont körbenézek hát. Nézzél, van egy csomó. Nyugodtan kinyitod, ezek ilyen elég elborult agyúak, de van még jók. Meg van egy piros. Egyébként hol van? Ragadnak rám a piros dolgok, úristen. Csak van egy kis izéje, hogy ott azt a kettő izét be kell rakni bele. Kicsit brutál. Elég brutál, persze. Ez úgy elég végig van, sajnos. Van egy ilyen is. Csak javasolni tudok, igen. Amúgy, ha már itt vagy, azt szeretem elkérdezni, hogy mi van akkor, hogyha úgy kelsz fel, hogy egyáltalán nincs kedved pofázni a kamerába, és tökre nincs olyan hangulatot, hogy nyomjon, akkor is ugye nyomod. Mert mi is csináltunk, csak egy szerintem abban maradt, mert jött egy olyan időszak, amikor így kurva sokat kellett dolgozni, meg minden, és egyszerűen nem jött az, hogy így, tudod, azért egy picit kell így, nem azt mondom, hogy játszani kell az adat, de azért jobb, ha azt csinálod, mert akkor mégis jobban. Igen, a valóság, ez kevésbé szórakoztató. Igen. Nem, épp ez a lényeget, csinálj magadnak egy napi rutint, hogy mindig kell csinálni, nyomni kell, és az benne jó, hogy vannak visszajelzések, tehát hogy látod, hogy nem hiába csinálod. Persze, nézik, kommentelik. Sokkal inkább vannak, mint amit vár az ember. Mert én is exhibicionista vagyok, csak időszakos nálam, tehát nem tudom fönntartani folyamatosan a flow-t. Quand tu chantes, j'oublie, j'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit, tu donnes son à ma vie et puis... Tök aranyosak, Mirtil szól a rádióban, aminek a klipjét én rendeztem. És ja, és itt a Szia Plusz adományboltban lehet matricákat fellelni, úgyhogy gyertek, hozzatok ruhákat és vegyetek valami jót, mert király. Szóval, mivel most vettem észre, hogy elfelejtettem deszkát hozni, így azt nem kajálok valamit valahol. Valamit. Mindig jó nagy dilemmázás, hogy mit tegyek, hol legyek, hogy legyen egészséges, jó alapanyag, ne csapja szét a gyomrom. Minek jöttem át ide, amikor ott van a villamos megálló? Ah, Jézus, vidéki vagyok. Most meg egyre előbb szálltam le, mi van már? Szóval vega, bio, kártyával nem lehet fizetni helyek, kávézók, egyébként utolsó örömlünk az Annával. Csendes létteremőrző, úgyhogy ebből ki rossz lesz magán. Művészellátó. Mondtam, hogy ma fiú nap van. Pour m'emmener au bout du monde un homme like you. Nincs párga. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fantôme, baby, ta so.
avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Nem rendszerváltás volt, gengszerváltás volt. Elég volt a gengszerekből, complice, on l'air d'un bon son, life son mate. À la dette dirigée, l'âge glaime, reste ton style et ton charme. T'as fait vers la scène des lignes pour un mec adam. Baby, baby, si tu savais comme je t'ai eu. Baby, baby, crois-moi, l'atmosphère est parfaite. Plus tu chantes, plus je glisse sur la pente et je perds la tête. Vártam két órát, meghallgattam a dumálós némit kétszer. Azért, hogy elnézek egyet az Annával. Majd kiderült, hogy annyi dolga van, hogy igazából csak egy cigire leugrik, aztán kész és mégis föl. Olyan durva volt a mai taxis tüntetés, hogy észre se vettem, hogy van ott. Az mint. Hey! A következő. Tök meguntam, hogy ezek a kis csetveszek, amik tök poénak, mert van bennük mécses, néha romantikázni. Szóval ezeket mindig leveri a macska. Na jó, én verem le mindig. Viszont ettől függetlenül hangulatosak. Hopp, itt van még egy. Ezekből lesz valami izgi. Az volt a terv, hogy nekem mutatom. De a probléma ez. Iszonyatosan nehéz! Meg az, hogy nem viszintesen áll benne a mécses, innentől kezdve kifolyik. Szóval akkor B terv. Lesz egy álló mécses lámpa. Műfaj teremtő! Donne-moi ton bon vieux fantôme, baby, ta soeur, baby, hey. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Un homme like you. Konstrukciós problémák léptek fel. Valahogy stabilizálni kéne le. Pedig három ponton támaszkodik. A három pont az bőven elég lenne a stabilitáshoz. Kész. Nem azt mondom, hogy a világ legszebb cucca, de hát elég rusztikus. De-dám! Tiszta romantikus! Yeah!